talán majd a születinap lesz az első, amit meg tudunk valósítani, nagyobb. Amik elmaradtak, sajnos nagyon-nagyon sajnáljuk, elmaradt a falunap, elmaradt a lovasnap, illetve átrendeződik minden. Nagyon-nagyon várták már az emberek, hogy felszabaduljon és kinyithasson a ház, hogy minél hamarabb jöjjenek enyhítések. Ami számunkra nagyon érdekes, és a legérdekesebb, hogy a családok várták. Tehát sok családi rendezvényünk van, születésnap, névnap, társaságok összejönnek, tehát ebből van nagyon sok. És ezek általában vacsorásak. Aztán a szakkörök. El tudtunk indulni június 1-ével szinte minden szakkörünkkel, a főzőszakkörrel, a varrószakkörrel, a táncszakkör is újra elindult, a nyugdíjasok is a kultúrszakkörrel, de megy a dráma is. Tehát a kisebb szakkörök mind-mind el tudtak indulni. Nagyon-nagyon várták. Ezért nagy rendezvények nélkül, de szinte minden napra jut egy-egy kis csoportos foglalkozás, vagy egy-egy egyesületnek, vagy klubnak, vagy tanfolyamnak egy-egy rendezvénye. Ebből látszik az, hogy fellélegzett a falu, és újra tudunk menni. Visszatérve, a nagy rendezvényekről még mindig érdeklődnek, hogy miért nem. Egy kicsit félünk mi is. Abból gondolom, a táncosokkal, amikor megálltunk szüretén a koronavírus elején, akkor azt mondtam, gyerekek, ha újra indulunk, akkor utána mindjárt tartunk egy nagy bált, és jaj, de jó, hogy vége. És amikor találkoztunk először, akkor rögtön, teljesen jogosan kérdőre vontak, hogy na akkor mikor lesz a bál, és mikor tudunk újra indulni, és akkor én azt mondtam, nézd csak, hányan vagyunk. A 40-ből vagyunk itt 28-an, ami egy nagyon jó arány, a többi még fél. Természetes volt a félelmük, és jogos az óvatosságuk. A bált elhalasztották, de nem lemondták. Azóta a vészhelyzetet visszavonták, és a szabályok enyhülésével az élet is visszaköltözött az intézménybe. Lesz egy gazdagyűlés, tehát az a vonal is elindult. Tehát a gazdák, a más jellegű civil szervezetek, vagy bármilyen közösség, azok is elülnek. Tehát szépen elindul a műfáz, most már szinte teljes kapacitással dolgozik, csak még egyszer mondom, a nagy rendezvényekre. Ezt azért nem mertük meglépni, mert nagyon sokat kell rá készülni, szerződések vannak ott bizony, és az nem volt egyértelmű, hogy az szabad, nem szabad, illetve azt gondolom, hogy olyan rendezvényt szabad tartani, amit az embereket érdekli, és kijönnek. Ezért tűztük ki, elsőként mindjárt nagy feladatnak a születinapot, amit talán megenged az is, hogy a 30 éves a tánccsoport, együtt tartsuk, de ez még megbeszélés alatt van. Aztán október 2-án lesz az idősek világnapja. Oda már biztosan, de más szervezeteknek is vannak rendezvényeik. Abba bízunk, hogy visszaáll. De nagyon nehezen éltük túl ezt a 3 hónapig. Amíg nem voltunk zárva, de nem is voltunk nyitva. Felhasználtuk arra, hogy takarítunk, megcsinálunk, mindent összepakolunk, de bizony hiányoztak az emberek, és az embereknek is hál' Istennek hiányzott a műveletési ház. De nem csak a gyerekek és a táncosok várták a kulturális tér újranyitását, számos szervezet és felnőtt társulás is örülhet a hírnek.